Köszöntöm tisztelt nézőinket, jó estét kívánok! Akik látták tegnap előtt, azaz pénteken a Városi Televízióban a Mezőköves DFS-e Fevil kézilabda mérkőzést, azok gondolom jogosan reménykednek abban, hogy ezúttal szintén jó teljesítményt nyújt a csapat. Most az ellenfél a Makó Gárdája talán valamivel szerényebb képességű együttes, mint amilyen akkor volt a Mezőköves, és hát mivel hazai pályán játszunk, ezért azt gondolom, hogy mindenképpen lehet reménykedni, hogy megszerezzük az első győzelmünket. Íme a miénk bemutatása, Füst Tamás, a kettes Csapos János, a hármas Pilár, az ötös, hatos Kis Norbert, akinek kisebb sérülése van, hetes Munkácsi Tamás, nyolcas Mózes Dániel, tízesre játszik Gacsáig Gabi, Bálványkövi a 11-es, Simon a 12-es, 13-as Pálfi Valentin, 14-es Siket Tibor játszik, 15-ös Bihari Sándor, a 9-es Fekete István és a 16-os Varga Zsolt, a csapat edzője Falcsik Miklós, Vas László pedig az orvosa az együttesnek. A két játékvezető pedig akárcsak a múlt héten idegenben, Herceg József, illetve Sápi Zsombor. A Mezőköves, illetve a makóiak összeállítása pedig 1-es Abramov, nem sorrendben mondom, 3-as Balda, 4-es Cegle, 15-ös Gálik, 6-os Katona, 10-es Kovács Attila, 5-ös Madár, 8-as Minik, 7-es Polgár Zoltán, 16-os Simó, 13-assal játszik a makónál Szabó, 17-es Ulics István és 9-es Vörös Árpád. Ez tehát az ellenfél névsora, és hát amikor azt mondtam, hogy a Mezőkövesnél talán szerényebb képességekkel bíró csapat, az csupán a tabella okán mondtam, hiszen még a Mezőkövesliek jelenleg a 6. helyen vannak a bajnokságban, 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 7 megszerzett ponttal. Addig a Makó 2 pontos, 1 győzelemmel, 4 vereséggel, de a vereségei nagyon kisarányúak voltak, mutatja ezt a gólkülönbség is, hiszen amíg 142 gólt dobtak, 152-t kaptak. A miénk, gondolom ezt mindenki tudja, eddig 5 mérkőzésen 5 vereség a mérleg. Nem túl imponáló ez a mérleg, 129 gólt dobtunk és 155-öt kaptunk. A miénknél rosszabbul a gólarány tekintve csupán a Váciak állnak. Ők egyébként az utolsó 14. helyet foglalják el a bajnokságban, míg a miénk 13. helyen állnak egyaránt 0-0 ponttal a két csapat. A Makónak egyébként, ahogy mondtam, 2 pontja van, ők állnak előttünk a bajnokságban. És ugyanígy 2 pontos a Hajdúböszörmény gárdája. Egyébként ebben a fordulóban a Tiszaföldvár megverte a Delfint, ezzel helyet is cseréltek a tabellán. Mindkét csapatnak, tehát mind a Tiszaföldvárnak, mind a Delfinnek 10-10 pontja van, és íme a vendég Makó meg is kezdte a mérkőzést. Nézhetjük, hogy milyen variációt csinálnak először meg. A bejátszás nem volt sikeres, Pilár pedig indul. Kicsit magasnak tűnt a labda, így viszont nem, Pilár. Azt a mindenit a kapus Simó nagyon jól élt együtt a játékkal. Itt is egy hatalmas lövés, és ez pedig gól is. Ahelyett, hogy mi csináltuk volna meg az itzert, a vendégek 15-ösek Gálik volt eredményes, és ezzel 1-0 oda. Csapost ölelik át. Vörös Árpád egész pontosan, és mutatja a gólszerző Gálik Csaba, hogy meg kell kötni a cipőfűzőjét, megtette. Aztán mutatják, hogy törlés is lesz, ezek szerint igen, rögtön az első percben, ez azért érdekes. Még a bemelegítésnek a maradványa lehet az a folt, az az izzadságverejték, ami ott van a hatoson belül. Szóval 1-0-ra vezet az első perc végén a Makói Gárda Gálik góljával. Kár, hogy Pilár kihagyta azt az ittszert, ugye azután tudott indulni az ellenfél, és tudott gólt szerezni. Pilár, Csapos, Bálványkövi, Pálti van a szélen, Bálványkövi, től kapja Csapos, Fekete tette tovább, Pilár, Fekete, nem tud egyedül megindulni, Bálványkövi, egyedül megy be, és mutatják, hogy szabad dobás, ha jól látom a játékvezető kézmozdulatát. Mezrángatásért jár nekünk a labda. Minden esetre meglehetősen pörgősen támadtunk eddig. Bálványkövi, Pilár, fölmegye, igen, oly, és megint egy óriásit védett.
Simó. A mi kapunkban Varga irányítja hangosan a csapatot, mondja, hogy gyere vissza, hát minden esetre nem jut jól nekünk, hogy Simó két szenzációsat védett így rögtön a mérkőzés elején. Munkácsi volt szabálytalan, Ulicsot ölelte át. Az minden esetre játszik, hogy kiváló testfelépítésű játékosok szerepelnek a makói gárdában, nem lesz egyszerű ellenük védekezni, meg hát támadni sem. Megint egy jó védekezés. Szűcs mutatta be. Szűcs Tamás. Eddig kifejezetten pattogóan védekezünk. Munkácsi védekezett megint kiválóan, illetve kisegített onnan a szélről Fekete. Felment a blokk, és Varga bele tudott érni. A játékvezetők pedig nem fújnak semmit szerencsére. Pedig a kipattanó viszonylag üresen találta Kovács Attilát. Bálványkövés, megint csak Simó. Megvan viszont a labda, kiváló. Ez sincs bent, hihetetlen. És Csapos is kapufára dobja. Hát ilyet. Ennyi zicsert kihagyni. Nem indul jól tehát a meccs, vigyázni ott a szélen. Jól van. Varga is bemutat egy bravúrt. Minden esetre a két kapus teljesítménye eddig kiváló. Ennek köszönhető az, hogy csupán egy gól született eddig. Le a szélre, nagyon jó. Egy cunder és végre betalálunk. Jól van, Pátri Valentin. 1-1. Örög a csapat, ahogy mondom, és hát ha eddig az zicsereket, mert tényleg szinte minden támadás zicserig játszottunk, kihasználjuk, akkor nyugodtan lehetne 3-1 ide. Igaz volt náluk is egy. A tény viszont az, hogy a negyedik percben 1-1-re áll az FVS-e Fevil és Makó. Még össze tudta kaparni lényegében a labdát Polgár. Nagyon jó, megint a védekezés, sajnos ott nincs meg a labda, de kapufa. Viszont megint nem figyelünk a kipattanóra, pontosabban szerencséjük van, Kovács Attila szerzett labdát, és megint csak Gálik eredményes. Gálik eddig kettőt lőtt, és kétszer lőtte be, Csapos. Hát azt gondolom, hogy ez legalább sárga, így van, Gálik kapta. Csapost csak szabálytalanul tudták megállítani, nem figyelt az ellenfél, ami szokásos gyors indulásunkra középkezdésnél. Gálik tehát besárgul, a legnagyobb termetű vendégjátékos ő. Bálványkövi, Csapos. Kezemben a szokásos kétperces kiadványa az FVS-ének. Annyira pörög a mérkőzés, hogy ebből esélyem sincs egyenlőre idézni Palcsik Miklós gondolatait az elmúlt fordulóval, illetve a kupameccsel kapcsolatban. Pilár onnan talán felmehet. Nagyon jó, Pilár belőli. Kiváló. 2-2. És továbbra is jól védekezünk, nem engedjük indulni a makóiakat. 5 perc telt el a mérkőzésből, 2-2-re állunk. Pálfi próbált odapiszkálni Kovács Attilának. Gálik megint, jól van. Csapos. Megragadta a labda Varga kezében. Munkácsi vissza Csaposhoz, Csapos elindul, jól teszi Pilárhoz, Pilár fölmegy, és egy hatalmas gólt ragaszt. És az imént nem volt gól, most figyelem a táblát, tehát Pilár gólját nem adta meg a bíró lépés miatt, tehát most sikerült csak egyenlítenünk 2-2. Már megint 2-2 mondhatnám. Most indul a figura, láb, de előtte volt egy szabálytalanság, így van, Munkácsi megint kiválóan védekezett, Fekete pedig szemrehányóan néz Ulicsra. Nem ki, hanem bemutatja a játékvezető, hogy Munkácsi inzultálta az ellenfelet ott a hatos vonalnál. Munkácsi eddig kiválóan védekezik egyébként. Most a bejátszás, ott megbomlott a védelmünk, és ezt ki is használják. Név szerint vörös. 3-2 tehát oda, Csapos. Bálványkövi, Pilár. Bálványkövi eddig jól játszik a csapat, azt hiszem, hogy
egyáltalán nem lehet panasz rá. Bálványkövit lökték meg, a játékvezető engedte még a lövést. Falcsik Miklós szól most az övéjének, hogy játszunk. Eddig azt teszik a fiúk. Gondolom sokaknak nem újdonság, hogy Varga László sérülése miatt vált ki a csapatból. Ez pedig büntető, így is van. És ismét egy sárga lap, Madár kapja. Mások kilövi a büntetőt. Bálványkövi. Ugye Achilles sarka szinte a csapatnak a büntetők értékesítése. De most nem. Bálványkövi hetesével, értékesített hetesével. 3-3, megint egyenlítünk. Jó lenne most már azért a vezetést is megszerezni a mérkőzés 8. percében. Most Ulics, Vörös, Gálik bent az ellenfélnél. Kütyöl a játékvezető. Méghozzá, hogy Pálpi kap sárga lapot. Érdekes, ezt gondolom túlzott keménységért. Azért a mi játékosaink olyan felesúlyúak a makóiakhoz képest. Megint Gálik, hát őt nem tudjuk megállítani. 4-3, megint oda. Pilár, le a szélre, Fekete, gyönyörű, Fekete, ez igen. Bravo. És úgy tűnik, hogy rosszul lépett az ellenfél kapusa. Éme Fekete kiválóan lőtt nagyon nehéz szögből. Ezzel 4-4 a 9. percben a mérkőzés állása, és úgy tűnik, hogy a vendégek kapusa, önök ezt nem láthatják, de hát olyan sok érdekesség nincs itt benne, ott van ő, tessék, szóval, hogy meggyógyult Simó András. Szóval 4-4, eddig mindannyiszor egyenlítettünk, amikor a makóiak gólt szereztek, 1-0-ra, 2-1-re, 3-2-re és 4-3-ra is a vendégek vezettek, de sikerült egalizálni eddig. Továbbra is él az óhajom, hogy jó lenne most már nekünk is vezetni. Eddig a két szélső, Balda és Kovács a vendégeknél nem nagyon villog, elsősorban Gálikra kell nagyon figyelni, illetve a beállós polgára. Ulics, ajaj, sárga lap Munkácsinak, és megint törlés. És bár én úgy emlékeztem, hogy neki már volt egy sárgája, úgy tűnik, hogy nem, mert marad a pályán. Törlésből van elég Polgár kezében a labda. Nem hiszem, hogy rálőnék, két tagú a sorfal. Ez így rossz. Munkácsi zárkózik fel az akcióhoz. Fekete tovább, Pilár megy egyedül, nem tud. Gálik és Polgár megragadják, nem sok esélye volt szegény Pilárnak. Bálványkövi csapos, na hát és most ez az a támadás, ahol végre megszerezhetnénk a főnál jutott vezetést. Csapos, Pálfi, Bálványkövi nagyon jó tovább, Fekete, és megint nagyon jókor tud védeni. Simó, kiváló teljesítmény nyújt sajnos a makója kapusa, de mindenképpen dicséret illető a részünkről is. Még akkor is, ha nagyon itt fehér gyarmaton, ennek nem örülhetünk, de a jó teljesítményt azért díjazni kell. Hát egy elég fura gólt kap a csapat. Ezzel 5-4, hát megint nem ide. Csapos, Bálványkövi ellövi, megpattan, így sarokdobás. Próbált ütemtelenül lőni Bálványkövi, hogy meglepje az ellenfelet, nem lepte meg. Blokkolták a lövést, Csapos. Megvan, jó van, Pilár, utoléri, Csapos, Bálványkövi, Pálfi.
Pilár egy az egybe próbál bemenni, most lesz erre Fekete, lökik, és a labda nincs meg. Majdnem sikerült oda piszkálni, de így viszont kinyíltunk, és indulhatnak a vendégek. Vajon végig csinálják az akciót? Sajnos igen. Cegle Péter volt eredményes első ízben, 2 gólos a különbség. Bálványkövi nem lövi el, csak ijeszget. Pilár összeszedte a labdát, Bálványkövi le a szélre, Pálfi nem csinálja meg a cselt egy az egyben. Pilár megint. 11. perc vége, 6-4 oda. Pilárt lökik, majdnem nekifut Bálványkövinek. És egy 2 perces kiállítás, Gálikot küldik ki. Gondolom szándékosnak vélték ezt a lábot, neki pedig volt már egy sárgája. Így 2 percig emberelőnyben játszhatunk. Falcsik Miklós, nem tudom, hogy pontosan ez mit jelenthet. Azt mondja, hogy súlypont egyből. Csapos, Pilár. Bálványkövi nagyon jó le a szélre, és nem igaz, megint kifogott rajtunk. Simó. A labda marad nálunk, most szerencsénk volt, hogy nem az alapon, hanem az oldalvonalon ment ki a labda. Csapos. Pilár. Csapos, gyerünk, jó, be lehet ott menni. Megint le a szélre, ugyanaz a figura, és megint nem sikerül Pálfinak értékesíteni a helyzetet. Sajnos félő, hogy Pálfinak esetleg elmegy az önbizalma, ha sok ilyen lesz. És mindjárt letelik 1 perc, már a makói kiállításból gólt szerezni nem sikerült. Na hát, ha kapni sem fogunk. Nyilván emberhátrányban akadozottabb a támadás a vendégeknek, de csak annyira, hogy felugrott Madár és belőtte, 7-4 most már sajnos. Pálfi, ő most egyedül nem igen fog indulni. Egy szabálytalanság. Gyerünk, fiúk, gyorsan, gyorsan. Fekete, Pilár. Bálványk, ott be kell menni. Úgy is van, hát. Nem mert már szabálytalankodni Madár. Ezzel 7-5, még 25 percig vagyunk emberelőnyben. Már csak 20, míg elvégzik a középkezdést. Mondják itt a nézők, hogy védekezzetek, már kétségtelen, hogy a 12 és fél perc alatt bekapott 7 gól, az nagyon sok, csak hát ezeket a nagyon nagy makói játékosokat méretre nagyon nagy, nem egyszerű megállítani. Jó a blokk, és lehet indulni, gyerünk Tamás! Munkácsi, Fekete is indul, Munkácsi egyedül, belövi, úgy is van. 7-6, jól van. Így ezzel végül is sikerült megcsinálnunk az emberelőnyt, 2-1-re nyertük ezt a 2 perces etapot. 7-6, de még mindig oda, 14. perc. És a nézők óhaja, hogy védekezzük ki a makói támadást, az imént valósággá vált. Na hát, ha lehet ezt még egyszer kérni azonos létszámnál. Hát igen, lehet, hogy volt egy kis lépés, viszont gyönyörű a védés. És a játékvezető odaadja, magasabbra ugrott a miénknél balda, a vendégek hármasa, és megint csak törlés. Abban lehet talán reménykedni, hogy ezek az erős fizikumú makkújak talán-talán elfáradnak a mérkőzés végére. Persze ezt még elég korai így kijelenteni a 14. perc tájékán. Egyébként az elmúlt fordulóban, ugye láthatták a városi televízióban, ahogy már mondtam, a miénk Mezőkövesden 25-22-re kaptak ki egy igen jó mérkőzésen, míg a makói a Korosházán 33-27-et játszottak, tehát az is viszonylag szoros volt. Ja, és azt nem mondtam, hogy ezen a mérkőzésen, illetve a makó ellen csak szabad dobás, köszönjük, lehetett volna talán belülvédekezésért hetes is, szóval az IFIK 41-8-ra győzték le a makót. Megvan a labda, kiváló, megint lehet indulni. Fekete hozza a labdát, ott van Pilár is, meg ott van Szűcs, végig megy. És 2 perc. Vörös Árpád fog lemenni. Mondom, icipici panaszunk sem lehet a játékvezetőkre. Egyébként ez a kettős nagyon-nagyon jól bíráskodott Mezőkövesden is.
Megint Bálványkövi lövi a büntető, 15. perc. 7-6 oda itt az esély, hogy egyenlítsünk, pedig hát 7-4 is volt oda. Jó van. Bálványkövi belövi. 7-7 tehát. És itt az esély, 2 perc ember előny, hogy tényleg most már előnyhöz jussunk, de lehet, hogy ezt nem fogom emlegetni, mert eddig, amikor mondtam, soha nem sikerült. Meg hát akkor sem, amikor nem mondtam. Gálik, vigyázni vele. Szűcs fogja meg. Ulics végzi el a szabad dobást. Ugye mondtam ezt, hogy talán lehet bízni abban, hogy hamarabb elfárad a Makó. Kérdés, hogy a miénkből mennyit vesz ki az, hogy ezek ellen a mokány vendégek ellen kell védekeznünk. Fenn a játékvezető keze, ellövi kapufa, de visszaszerzik a labdát. Megfújják a szabad dobást, a játékvezetők pedig letették a kezüket, tehát már nincs passzív, viszont egyértelműen húzzák az időt. Hát persze, hogy ezt teszik ember hátrányban. Gálik. Áll az óra. Gálik lent marad. Ő lehet, hogy már elfáradt. Én nem hiszem, hogy olyan szabálytalanság történt volna, hogy elfáradjon. Szegény Gálik egyébként jobban hasonlít egy szumó birkózóra, mint egy kézilabdázóra. Ettől függetlenül a képességei eddig, amit mutatott, remek. Remekek. Nem eszperente nyelven mondtam, csak hát így jött a szó összetétel. Csupa E. No, foglalkozunk most már egy kis grammatika után a kézilabdával. Most indul az óra. Még 55 másodpercig vagyunk emberelőnyben. Gálik ellövi és Varga véd. No, hátha most előnyben sikerül gólt szereznünk. Eddig jó a csapat. Maradjon is így. Munkácsi, de rossz labdát kapott. Te jó ég, hát így elrontani a petyárját neki. Kis totojáz a támadás, Gálik megint bemegy, hát hihetetlen. Gálikot egyszerűen nem tudjuk fogni, ez volt a negyedik gólja, tehát a 8 makói találatból 4-et ő lőtt. Csapos nem tudott kiharcolni büntetőt, nagyon szeretett volna. 8-7 ugye oda, és most kiegészülnek a makóiak. Hát ebből az előnyből megint hátrány lett, vagy hát most hátrány lett, 1-0-ra elvesztettük, és itt pedig egy rossz bálványkövi passz, nem értették meg egymást Pilárral, és bálványkövi kap egy sárgát. És ezzel a vörös góllal megint 2-vel vezet a Makó. Csapos. Pilárral játszott össze, majd most feketével, úgy tűnik, hogy Csapos mondta most a figurát. Reméljük, hogy jó figura lesz. Csapos nem tudott bejátszani Pálfihoz. Bálványkövi, ott üres a hely. Ajaj, jó van. Neki megy Falcsik Miklósnak nagy lendülettel Kovács Attila. Meg ezen Falcsik Miklós állta. És most pedig időt kér a miénk szakvezetője, 9-7-es. Tehát 9-7-es makói vezetésnél. Ott közben összeszólalkozik Simó és a 7-es számmal játszó Polgár a Makónál. Valamin összeugrottak. A játékvezető pedig mutatja, hogy jöjjön mind a két törlő fiú és dolgozzanak. A miénknél pedig Falcsik Miklós nagyon nyugodtan magyarázza el, hogy mi is a teendő ilyenkor. Nagyon, én azt mondom, hogy nagyon jól játszik a csapat, és most van időm arra, hogy elmondjam, hogy a 2 percesben Falcsik Miklós a következőket írta. Az első alcím Varga Laci sajnálatos sérülése. Nagyon bizakodtunk, hogy az első hazai győzelmünket megszerezzük, de a nagyon jó játékosokból álló Ózdot nem tudtuk térdre kényszeríteni. Amíg Varga Lacika meg nem sérült, nagyon jól tartottuk magunkat, de utána a védekezésünk szétesett, és már 4 gólos hátránnyal fordultunk a második játékrészre. A félidő közepén még sikerült felzárkóznunk, de a vége nagy arányú 9 gólos vereség volt. Jobb csapat az Óz nálunk, és ezt újból bizonyították itt Fehérgyarmaton.
utána. Hétközben Magyar Kupa szereplés várt a csapatra, Nyírbátorban viziteltünk és végül magabiztos győzelmet arattunk az alacsonyabb osztályban szereplő hazai csapat felett. 32-26 volt egyébként a végeredmény ide. Nagyobb arányú is volt már a vezetésünk, így olyanoknak is játék lehetőséget tudtam adni, akik máskor kevesebb szerephez jutnak. A mezőkövesdi meccsről akkor később, most már folytatódik a játék. Pilár fölmegy, nagyon jó gól! Ahogy Pilár fölment, látszott, hogy ebből csak jó sülhet ki. És ezúttal Simó sem tudott operálni már a Makónál. 9-8, de még mindig a vendégek vezetnek. Nem sikerült bejátszani. Munkácsi és Fekete nagyon jól fogták meg az ellenfelet, és oda is szól Feketének Ulics. Valami nem tetszett neki. Szólt a csapattársadnak Vörös, hogy mi legyen a figura. Igen, látszott is, hogy ez lesz. Jaj, megvan, jól van, ez az Fekete. Fekete, csapos. Eddig tartja magát a csapat. Vajon Falcsi Miklós mondott-e olyat, hogy zsinórban kettőt tudjunk dobni? Bálványkövi tovább, ezúttal nem Pilár fogja befejezni. Jó, de kár, hogy most sipoltak bele. Már üresen volt csapos, de azt hiszem, hogy jogos volt a fütty. Megint törlés. Hát itt sokáig fog tartani a meccs. Ránézek Farkas Tamás operatőr kollégámra, lesz elég szalagunk. Ő mosolyog és bólint ezzel, engem is megnyugtat, meg így önöket is, hogy végignézhetik a meccset, még a jó másfél órát is fog esetleg tartani. No, 9-8-ra vezet az ellenfél, 19. percben járunk, és támadhatunk. Ez eddig minden lényeges. Csapos, Zúga Vastaps a sportcsarnokban. Nincs teltház egyébként, gondolom, hogy a viszonylag szóval a gyengébb eredmények miatt van ez, és egy rossz bejátszás, hát Bálványkövi, hogy ezt hogyan akarta Munkácsihoz adni. Polgár kinyúlt és megszerezte a labdát, nem sikerült tehát az egyenlítés. Megint jöhet a Makó, Madár tette tovább. Ó, hát ezt így elengedni és így beengedni. Vörös volt eredményes, ezzel 10-8. Pilár. Jön Munkácsi, illetve jön Pálfi is. Még szerencse. Pilár, csapos. Bálványkövi. Pilár, csapos megint. Odaütnek Bálványkövi kezére, de remekül védekezik most a makói csapat. Közben lassan eltelik a félidő kétharmada, 20. perc végén járunk, Pilár kap egy labdát. Hát úgy tűnt, hogy van ott egy kis rés, de nem, Bálványkövi. Jól van, megfújták, és 2 perc, hú, ezt most nagyon megköszönhetjük. Ceglét küldi le a játékvezető, valljuk be, hogy most megfújja a két játékvezető a hazai pályát. Én legalábbis úgy látom. 10-8, és ez immár a harmadik vendégkiállítás, míg a miénknél nem volt egy sem. Kicsit könnyen szórják a makóiakat, valljuk be. Nagyon jó, Bálványkövi le, na hát, ha most már Pálfi belövi, nem igaz, ez se. Pálfinak egy lövése sem sikerült, és ez nagyon baj. Mutatja neki Falcsik Miklós, hogy hát nem látod, hogy hol a hely. De hát lehet, hogy Simó olyan remekül véd innen szélről, hogy nem hagy egy fikarsznyi helyet sem. Mondjuk azért ezt elég nehezen tudom elképzelni. Fekete löki közben Baldát, meg is kapják a szabaddobást. Vigyázni, ott befutott egy ember, új, de nem figyeltünk, még jó, hogy elrontották a paszt. Csapos, tovább Feketéhez, Fekete megy, hát és Fekete is kihagyja az ígyszert, hihetetlen. Csapos bemegy és belövi, kiváló! Gálik kicsit reklamál, hogy nem volt-e belemenés, egyébként biztos, hogy nem. Csapos úgy látta, hogy ezt neki kell megcsinálni, meg is csinálta, ember előnyben 10-9. Szorosan maradunk tehát rajta az ellenfélen, és közben a térsérülés a bajlódó kis Norbi melegít.
lehet, hogy ő fog beállni, hát kétségtelen, hogy nem olyan a szél, mint amilyennek lenni kéne, nem fújnak semmit a játékvezetők, így most emberelőnyben megint esélyt kapunk az egyenlítésre. Ne kapkodjunk, fiúk, ne kapkodjunk, Jézusom, ez a passz, hát nem igaz. Feketét próbált egy nagyon erős passzal indítani, Feketének szinte esélye nem volt, a lábhoz ment a labda, hogy ezt megfogja. Kár érte, nagyon kár érte. Nagyon rázós helyzetekben hibázunk, csak nehogy majd megbosszulja magát. Nagyon egálban van egyébként a két csapat. A mérkőzés előtt, csarnok előtt beszélgettünk csapathoz közel álló emberekkel, és Gálik megy föl vigyázni, jaj Istenem, hát Gálik, ha fölmegy, az szinte mindig gól. Szóval ők azt mondták, hogy senkit ne tévesszen meg, a Makó két pontja, nem olyan rossz csapat ez. Bemegy megint Csapos egyedül, és megint egyéni akcióból szerez gólt. Ezzel 11-10. Bravo Csapos, amikor kell, most sokat segítettél a csapaton. És be is jött Fekete helyett Kis Norbi. Reméljük, hogy nem fog a sérülése szegény. Bekötve a jobb lába, bekötve Kisnek a bal keze. Van baja elég, szóval reméljük nem fog rásérülni. Mert Varga Laci után, ha ő is kiválna, hát az egy ilyen szűk keretnél. Hát szóval nagy baj lenne. No, lássuk milyen lesz most a védekezés. Most már egyenlő létszámban, nem igaz, Gálik megint gólt lő. Gálikot nem tudjuk megállítani, 12-10 az ellenfélnek. Bálványkövi mondana valamit Csaposnak, Csapos nem hallotta. Most nagy a hangzavar, nagy a szurkolás, de ez jó. Az eredmény most kevésbé. Kettővel vezet az ellenfél a 23. perc végén. Vilár. Csapos, Vilár, na! Jó van, bravo, micsoda zicsert védett Varga! Kovács Attila zicserét! Varga egyébként kiválóan védett Mezőkövesden, annyira most nem jó, de... És kicsúszott a kezéből Csaposnak a labda, hát ez be. Megint csak áll az, hogy nagyon fontos helyzetekben nem jönnek össze a dolgok, de bántani semmiképpen nem bántom a csapatot, mert én továbbra is vallom, hogy most jól pörög a társaság, annak ellenére, hogy 12-10 oda. Ja Istenem, Gálik már megint. Ez hihetetlen. Aztán, hogy mit lehet kitalálni Gálik ellen, eladjuk a labdát, nem igaz, Csapos. És Varga hatalmasat véd. Varga tartja most a csapatot, meg az előbb Csapos 13-10 oda, és ahelyett, hogy feljebb jöhetnénk, megint ők támadnak egy buta labda eladás után. Hajaj, 14-10 vörös góljával, ilyen nagy még nem volt a különbség. Pilár, Kis, Csapos sikerült megállítani bennünk, a jaj, Pálfi. Jól van, na végre első Pálfi keze, jól van. 14-11. Nagyon kellenek ezek a gólok, szélről is, meg hát ahonnan csak lehet. Felőlem még kapu gól is jöhetne, csak jönne. 14-11. Ez most továbbra is nagy különbség, innen még mindenképpen jó lenne a félidőig jóval feljebb zárkózni. Emlékezzünk csak, Mezőkövesden 14-14 volt a félidő, így is vereség lett a vége. Persze nincs két egyforma mérkőzés. Jól van, megint a kapus teljesítmény kiváló, és befelé fújnak. Szerintem jogosan. Polgárral szemben a szabálytalanság Pilártól. Falcsik Miklós feje meglehetősen piros, nem nyugodt. Na hát persze, hogy nem. Ő is tudja, hogy itt már ezen a meccsen élet-halál a kettő pont.
És időt kért a vendég együttes. Nagyon feszült ott is a szakvezetés, Kandel László, illetve Romanek István. Szóval 14-11, és íme a vendég makói csapat, amelyik, mondom még egyszer, eddig csupán 2 pontot szerzett, de a gólarányukból ítélve nagyon szoros mérkőzéseken kaptak ki. Ami azt jelenti, hogy nem rossz csapat ez, és hát nem csak ez jelenti azt, hanem az is, amit eddig mutatnak. Íme most már a miénk, akik sajnos az elmúlt perceket egy picit elrontották, és ennek köszönhető, hogy jelenleg 3 góllal vezet az ellenfél, és nem csak vezet, hanem támadhat is. 4,5 perccel a félidő vége előtt. Hát mindenképpen most már a makói támadásokat ebben a játékrészben ki kell védekezni, amennyit csak lehet. De például Gálikkal jól láthatóan nem tudnak mit kezdeni a miénk. Olyan 120 kilós lehet a makói fiú. Erős, mint a hagyma. Szóval ellene nem nagyon megy a védekezés. De hát ez nem is csoda. Nálunk mezőnyben talán a legnagyobb darab játékos a pályán, Szűcs, hát ő is körülbelül a fele. Egy kis túlzással Gáliknak. Na jó, ki legyen 2/3. Fent a játékvezető keze. Gálikot nem állítjuk meg megint, és belövi, nem igaz. Ajaj, 15-11. Úgy tűnik, hogy a csodafegyver Gálik megállíthatatlan. Ja, most is már fent volt a játékvezető keze, de Gálik bement és belőtte. Csapost fogják meg. Nem tudott neki helyet csinálni Munkácsi Tamás. Bálványkövi, ő is adós még a gólokkal szerintem. Jaj, nagyon veszélyes volt ez a passz, felmegy Pilár, belőri. Na hát, ha nekünk ő lesz a csodafegyver, 15-12. 27. perc. De továbbra is 3 és 4 közte folyamatosan. Legalább 2-re tudnánk fölzárkózni, hogy látótávolságon belül legyen a makó. Most már Gálik a fiúk, nagyon figyeljünk. Ez most jó volt Munkácsitól ez a védekezés. Visszafújja közben a játékvezető a szabaddobást. Polgár végzi majd el. És nem Jenő, hanem Zoltán. Gyerünk, gyerünk, meg kell fogni, ez az. Szabaddobás, legalább csak szabaddobás. Minden esetre Gáliknak a feltápászkodás talán a mérkőzés legnehezebb pillanatai közé tartozik. A góllövés sokkal egyszerűbben megy neki. Áll az óra, 3 perc, 5 másodperc van hátra a félidőből, és 15-12-re vezetnek a makóiak. Kétségtelen, hogy Polgárra, Vörösre, Ulicsra és elsősorban Gálikra szinte egyaránt kell figyelniük a miénknek. Talán a két szél, ami picit gyengébb a makónál, de a középső 4-es vagy 3-as az eddig fantasztikus, és ahogy rájönnek a mi falunkra, hát nem nagyon tudunk velük mit kezdeni. Gáliknál a labda, amikor megkapja egyébként, én már félek. Remélem, hogy a játékosok nem így vannak vele. Jó van. Nem fúj a játékvezető, ezt köszönjük meg, 2 induló ember, ott van Csapos. Hát ezt talán elrontottuk. Elvégezzük a szabaddobást, egy földrevitel után Csapos. Egyedül nem sikerült, ott van Bálványkövi, kiváló. És ez 7-es. Így is van. És nagyon szimpatikusan Polgár Zoltán rá is bólint a játékvezető döntésére. Azt mondja, jogos a büntető. No, gondolom megint Bálványkövi lövi. Gyerünk, 3-ból 3-at kell csinálni ahhoz, hogy meglegyen legalább az a 2 gólos különbség, ami most nagyon kellene. Úr, hozzáért ugyan Simó András, de a gól így is gól. Eddig most büntetőből sokkal jobbak vagyunk, mint az elmúlt fordulókban. 15-13, bő 2 perc van hátra. Fél időben gyerünk, meg kell állítani. Úgy van. És ez is belülvédekezés mutatja a játékvezető.
tehát ez is hetes. Ez egyébként az első büntető, ugye a félidő végén, és tegyük hozzá, hogy még kiállítás sem volt nálunk. Közben ismét törlés, ebből volt már viszont bőven, mármint törlésből. Szóval úgy megúszunk 30 percet, hogy tőlünk senkit nem küldtek le 2 percre. A vendégeknél volt 3 kiállítás, mi lőttünk 3 hetest, nekik ez az első. Úgyhogy hát a játékvezetése, még egyszer mondom, egy szavunk nem lehet. Arra lehet, hogy 15-13 oda. Ajaj! Kedves Vörös Árpád, nem tetszene ezt kihagyni? Nem. Nemes egyszerűséggel belövi a kapu bal oldalába Vörös a labdát, Varga mellett. 16-13. Málványkövi. Pilár. Csapos. Málványkövi. Le a szélre, kis Norbi megszerzi, jól van. Megvan Pilárnak még a labda, Bálványkövi. Pálfi egyedül próbálkozik, sikertelenül. Pilár jön begyűjteni a labdát, teszi vissza, el lehet végezni a szabaddobást. 1 perc 10 van hátra a fél időből, Bálványkövi nem megy föl, teszi viszont Pilárhoz. Pilárnak próbál csapos helyet csinálni, megcsinálja gól. Jó van, Pilár jól játszik. 1 perccel a fél idő vége előtt 16-14-re vezet a Makó. Mózes bejön védekezni. Jaj, 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 jól van. Nem fújnak semmit. Áj. És 2 perc. Gondolom dumáért, vagy szövegért Vörös. Csak hát ezt az indítást Vargának nem kellett volna elrontani. A másik oldalon, illetve középen volt megint egy induló ember, egy másik. Ott talán biztosabb lett volna a passz. És megint törlés. Kis Norbi mutatja, hogy hol. Megbeszéli közben az indítást Varga, illetve Kis. És ez a negyedik kiállítás ugye a vendégeknél, de sajnos marad a 16-14, pedig hát itt volt a remek alkalom, hogy feljöjjünk egyre. Csak nehogy 3 legyen a félidő végén, mert. Ugye a második játék részt a miénk kezdik, az már biztos, hogy emberelőnyben fogják kezdeni. És akkor innen íme jöhetnek a makóiak. Minik. Ulics. Jó van, megfújják jogosan. Minikkel szemben szabálytalankodtunk. Nem sietnek persze, 20 másodperc van még a fél időből. Gálik tovább, vigyázni, ott fel kell venni az embert. Nem sikerült, hát de így engedni lőni kérem. 8 másodperc van hátra. Pálfi, és ez se jó. Ez se jó, ez a vége a fél időnek, 3 góllal vezet az ellenfél. 1-20 még a kiállításunkból, és mi kezdjük a második játék. És nagyon sok hibával játszunk. A mozgással, a pörgéssel nincs baj, reméljük, hogy a pontosság is megjön a második játék részre. Az a fordulónak a mérkőzését, a párosításait egyedül azt említettem, hogy Tiszaföldvár a Delfin ellen 27-25 arányban győzött, és ezzel helyet cseréltek a tabellán, immár mind a két csapat 10 pontos, egyaránt 1-1 vereségük van és 5 győzelmük. Ezen kívül ebben a fordulóban játsszák még a Gyöngyös Cegléd, a Kiskörös Mezőkövesd, a Hajdúböszörmény Háromkő, a Szeged KKS-e Ózdi Káci és a Vác Orosháza mérkőzéseket, illetve természetesen, amit láthatjuk, az FVS-en Makó mérkőzést. Lehet, én is picit jobb kedvel lennék, ha ezen a találkozón mondjuk nem 17-14 lenne oda a félidő. Íme Falcsik Miklós, aki reméljük, hogy valami nagyon jót talált ki a második játék részre. Hát nagyon bízok benne. Mi kezdjük minden esetre ezt a játék részt, és emberelőnyben támadhatunk. Nagyon hinni kell ebben a győzelemben, és tényleg megtenni mindent a fiúknak azért, hogy meglegyen a 2 pont, mert ha nem, akkor nem akarom dramatizálni a helyzetet, de nagyon mélyre kerülhet a csapat, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, amennyiben ezen a találkozón nem sikerül győzni, hiszen egy közvetlen vetétás ellen játszunk. Ugye a miénknek van 0 pontja, illetve a Váci csapatnak még, és 2 pontos a bajnokságban a Makó, illetve a Hajdúböszörmény.
és ha már a tabellánál tartunk, ugye a Tiszaföldvár az első, Delfin a második, miközben megkezdődik a második félidő, harmadikat Cegléd, negyedik az Ózd, mind a két csapat 8 ponttal. No, akkor lássuk, hogy a 13., a 12. ellen hogyan tud támadni most. Pilár, depörgünk, jól van, csak sajnos meg is álltunk. Nem tudtuk végigvinni ezt a formációt. Bálványkövi nem lövi el, megcsinálja a cselt, Pilár, ez pedig rossz, és Pálfi pedig nem ér oda. Hát. ...17-14 továbbra, és az első támadásunk nem sikerült. Egyébként kapust cseréltünk, Simon jött be ebben a félidőben. Madár, Gálik, megjegyezhettük a nevét, Ulics. Gálik megint. Állítsuk már meg, jól van. Szűcs Tamás és egy picit Munkácsi. Gálik, most felteszik a játékvezetők a kezüket. Óriási szerencséje volt Simonnak. Bocsánat a hangoskodása. Miért? Ja Istenem, fejbe találjuk az ellenfél kapusát. Ilyen nincs. Hát mit csinálunk, gyerekek? Mit csinálunk? És ott az ígyszer. Be is lövik. Egyszerűen hihetetlen, ahogy kezdjük ezt a félidőt. 18-14 oda. Fel kéne ébredni. Madár volt eredményes. Csak nehogy elbizonytalanodjanak a mieink. Megint bent az alig épp kis Norbi bal oldalon. Bálványkövi, csapos. Bálványkövi nem meri elvállalni, Pálfi tovább. Pilár, Bálványkövi most becsaposnak, de hát ez nagyon rossz ez a labda, és kapunk egy ajándéklabdát a játékvezetőtől. Pálfi, Pilár, csapos, nem megy be egyedül. Gyerünk, Bálványkövi, valakinek vállalnia kell, hát így nem szerzünk gólt. Fenn a játékvezető keze, Bálványkövi le a szélre, Kis, ő belövi. Kis Norbi belövi, 18-15. Harmadik perc a második félidőben. Kellenek a gólok a szélről, mert ezeket a masszív makóiakat a hatos falat talán úgy lehetne megbontani, ha sok mozgással szélről lehetnénk eredményesek, felszabadítva a szabadát, éve egy embert, micsoda figura, és Simon a lába között talál be Polgár, 19-15. A játékvezető szerencsére rohanni enged minket, csak ez a rohanás eddig nem nagyon volt eredményes, csapos. Pilár megcsinálja a cselt, a Szűcs próbálta kiszabadítani magát, Kis Norbi. Bálványkövi, de hát el kéne Bálványkövinek is vállalni, most le a szélre. Pálfi sem vállalja a lövést, Pilár ott van, csapos, nagyon jó labdát kap, lefordul belőle, jó van Csapi. 19-16. Na most volt két jó támadásunk. Most hát, ha lesz egy-két jó védekezésünk is. Jó és eredményes természetesen. Ez lenne a cél. Jó van, Simon megfogja, megy ki is, vigyázz ön a kapus! Hát de miért nem? Hát figyelni, fiúk, hát le... Ez Simonon kívül szerintem mindenki látta, hogy jön a kapus. És 20-16, 19-17 helyett 20-16. Simon akár a kapuba lőhette volna a labdát, teljesen üressé vált az ugyanis. Ezt nagyon észre kellett volna venni Simonnak. Most ki a szélre, Kis. Nem fújnak. Talán jogosan nem. 5. perc, 20-16 oda. Nem, hogy feljöttünk volna itt a második fél idő elején, pedig hát lett volna rá esélyünk, hanem még nagyobb a különbség. 4 gól is támad az ellenfél. Azt figyelem közben, hogy... jó van Simon, na! Na végre egy jó indítás, emeld át, gyerünk Norbi! Úgy van. Hát ezt kellett volna meglátni a Simonnak az imént. 20-17. Tartom egyébként, hogy jó ez a makói csapat, de abszolút verhetőnek tűnik, mert hibáznak, meg nem játszunk mi rosszul, csak az a rengeteg
figyelmetlenség, illetve technikai hiba. Hát, igen. Meg lehetett adni a Minik elleni szabálytalanságot, de hogy durvaság nem volt, az biztos. Félig meddig Miniknek is rohant Csaposnak. Meg lehet, úgy van, Pálfi. Csapos. Nem lehet, nem lehet. Indul Kis viszont. De most már visszazár az ellenfél. Szűcs, tovább. Pilár. Csapos. És nem fújnak. Vaj, Pilár elrontotta, és bent van. Megint egy hiba. Megint, amikor feljöhetnénk. 21-17. Jön Bálványkövi, ugye az imént. Ő nem volt bent támadásban. Hetes Bálványkövi kiharcolta. Lehet, hogy lépett, vagy 4-5-5 egyébként, de ezt most ne vegyük észre. Éppen, hogy befért, de befért, eddig Bálványkövi 4-ből 4-et értékesített, ami a büntetőket illeti. 21-18 a 7. percben, a második félidőben 3-mal vezette hát a Makó. Befelé fújtak közben, nincs meg a labda, vigyázni. Gálik, ja Istenem, a Gáliknál a labda. De most jól védekezünk. 8. perc megkezdődik, a 8. perc a második félidőben. 21-18. Jó van, Simon! De szabálytalanság, így van. Így van vörössel szemben. És törlés. Na, talán most van gyorsan időm elmondani, mit mondott Falcsik Miklós erre a mérkőzésre. Ez egy olyan mérkőzés lesz, ahol kötelező most már a hazai győzelem, nem hibázhatunk többet, mert annak beláthatatlan következményei lehetnek. El kell kezdenünk a pontos szorgos gyűjtögetését, hogy ne legyenek kiesési gondjaink a tavasz folyamán. Sajnos a szegény embert az ág is húzza, csütörtökön megműtötték Varga Lacik a térdét, a szerda edzésen pedig Kis Norci is megsérült. Itt a lehetőség a fiatalok előtt, hogy megmutassák, mire is képesek a felnőtt mezőnyben. Polgár csak ijeszget közben. Fent a játékvezető keze, fogjuk meg Gálikot, nem igaz, hát ez nem igaz. 22-18, az utolsó mondat Falcsik Miklóstól. Reméljük, hogy a szeretett közönségünk sem fordult el a csapattól, a sorozatos sikertelenség ellenére sem. Küzdelmes, jó iramú mérkőzést, hazai győzelmet várok, kedves Falcsik Miklós, mi is. 22-18, tehát a 8. perc végén, eddig ahányszor a játékvezetők feltették a kezüket, hogy passzív, annyiszor kaptunk gólt. Csapos, Bálványkövi beindul, Pilár. Bíztam abban, hogy hát ha kapnak egy kiállítást Polgárnál, mármint nem a helység, hanem a 7-es számú játékosra gondoltam, az ő szabálytalanságára, nem. Ez már túl nagy jó indulat lett volna talán a játékvezetőktől, mert a jó indulatban nincs hiány. Négy gól oda, 22-18, megkezdődött a 9. perc. Természetesen még bőven van rá idő, hogy megfordítsuk a meccset, csak sokkal kevesebb hiba kellene. És mutatják, hogy nem történt szabálytalanság. Fej. Megint akkor így egy olyan buta hiba, amin most már nagyon sok múlhat, mert ha már van idő, ugye jó 21 perc a mérkőzésből, de ha mondjuk ne talántán most betalálnának, akkor 5 gól oda, és az egy ilyen Makó ellen nagyon sok. Ó, bejátszál, Polgár fölé lövi, köszönjük. Csapos mutatja, hogy nem szabálytalankodott, megvan Pálfinak, jó van. Ó, a kapu fát van, de bemegy. Jaj, Szücs Józsi is fúj egy nagyot, meg mi is itt fönt. 22-19, tehát nem 5, hanem 3 a különbség, ez ugye nyilván sokkal jobb. Gyerünk fiúk, védekezzünk valamit, Pilár megbeszél
Szücsel ott a védekezést illetően, szerintem polgárőrzését. Gálik ott megfogja ezúttal, Pilár, jól van. Szegény Pilár, a Gálik csak a rádől, már óriási energiákat emészthet el a megtartása. Atyaig, mekkora gól, ez nagyon szép volt. Ulics lőtte be, 23-19. Pilár megáll, de így nem, így jó lehet, ki is. Gyönyörűen játszottuk meg, bent van. Ez nagyon szép volt, végre. 23-20, a második félidő 10. percében. Most jól játszunk. Most jól játszunk, csak az a védekezés meglehetősen hiányzik, hiszen sok ez a bekapott 23 gól, Jézusom, Polgár, hát mit csináltunk? Mit csináltunk? Ugye mondom éppen a védekezést is, egy óriási hiba. 24-20, Bálványkövi Pilár, bemegy, büntető, így van, Pilár jól csinálta. Aztán ott megint csak törlés, hát van dolguk a törlőknek, az egyszer biztos. Közben Szűcsnek magyaráz Falcsik Miklós, hogy ilyen esetben legalább a zavarjon kézzel valahogy. Hát igen. Megint Bálványkövi fog lőni, és ők pedig kapust cserélnek. Abramov László jön be. Friss igazolás. Idén augusztus 30-án került a makói csapathoz. És kivédi. Bálványkövi feldönti közben Polgárt. Hát igen, nem lehet egész meccsen, vagy csak nagyon nehezen 100%-osan dobni a büntetőket. Eddig nem volt baj, ugye volt 4-ből 4, na most 5-ből 4. Csak hát annyira rosszul állunk, hogy minden számít, és kapufáról bemegy, 25-20. Egyébként Pilár el is csúszott a makói támadásnál. Puha. Hát van baj, elég kis, csapos Bálványkövi és Pilár, de jó lenne pedig már végre egy gyarmati győzelemnek örülni. Bálványkövi, Szűcs próbál nagyon mozogni ott beállóban, helyet csinálni. Bálványkövi jobb kezéből bal kezébe, csapos jön, Pilár, gyerünk, Pilár, gól! Pilár továbbra is jó, ahány lövés, szinte annyi gól. Áll az óra, megint törlés, de a túloldalon. 25-21, feljövünk 4 gólra, áll az óra, ugye a törlés miatt. Addig megbeszélik a makóiak, hogy mi a teendő. De bent most a makónál Minik, Madár, Polgár, Vörös, illetve a túloldalon Balda, illetve Ulics. Miénknél Pálfi, csapos, Pilár, Szűcs, Munkácsi és Kis a pályán. A 12. perc. Befelé fújnak. Hiába Falcsi Miklós felháborodása, véleményem szerint most is jogosan. Mondom, jól vezetik a meccset, viszont ennyi törlés után ez a mérkőzés szerintem akár 2 órán keresztül is eltarthat. Nem bánnám én, ha 3-ig csak győzzünk. Tehát 12. perc, második fele, 25-21-re vezetnek a makóiak. Íme minden fontos az eredményjelző táblán. Ja, az is fontos, hogy győzni kell, azt azonban nem írhattuk ki. Le a szélre, most vissza. Gálik most nincs a pályán. Kis, jó van, láb, így van. Indul csapos, megvan. Jó van, Csapi belőli. Na, hát ez kellett, 25-22. Megint beljebb lépünk.
Viszont továbbra is kellene a jobb védekezés, mert az imént sem mi védekeztünk annyira jól, mint ahogy hibáztak a makóiak. Cserélnek támadásban. Polgár összeszed ide, aj, sajnos lefújják. És nem csak le, hanem most vissza is fújja a játékvezető. Vörös. Itt van Gálik, jaj, jó van, belefújta, köszönjük. Mutatja a játékvezető, hogy lépés lett volna. Jó a bejátszás, hetes. Nem, csak szabad dobás. Igen, még nem birtokolta a labdát. Közönség hiába áll, hogy masszív, vagy passzív, nem masszív. Mutatják a szélsőnek, vagy mondja a szélsőnek Baldának, gondolom a játékvezető, ne lépjen ki folyton. Ezután a kis intermezzo után folytatódhat, jaj, Gálik tovább teszi. Szabad dobás. Csól védekezünk, hogy ne legyen gól a végén. Áj, bedobják, hát nem igaz, ahányszor passzív lenne, annyiszor kapunk gólt. Hát, negatív rekordot döntögetünk ebben az értelemben. Gyerünk, ott a szél, úgy is van, de áj, talán nem kezd, pattintva. Kis fölé lövi, 26-22 oda. Törlés, persze. Sem kivédekezni nem sikerült a makói támadást, aztán még visszajönni sem sikerült háromra. Továbbra is 4 gól a különbség, 26-22. Itt egy bekiabálás, miszerint cserélj kapust. A közönségtől ez azt hiszem Falcsik Miklósnak szólt. Közben egy érdekes momentum, Gálik a vendégek szerintem legjobbja. A közönséggel beszélget, az egyik fiú mellett ott volt egy sörös doboz, és Gálikkal megbeszélték, hogy ő szívesen leülne mellénni, de most neki fontos dolga van. Gólokat kell dobni a fehér gyarmatnak. Hát nem bánám, ha inkább a sörös doboz választaná. Hát lépés gyanús volt. Jaj, Gálik. Na. Megvan. Jó van, csapos! Belövi! Belövi! 26-23! Csak hogy nem sikerült még egyszer sem följönni a második félidőben 2 gólra, ugye 3 volt a különbség, 17-14 a félidőben is, és most is. Ó, ilyen pekkes gólt kapni! Nem bántva Simon Andrist, de én is azt mondom most már társulva az egyik nézőhöz, hogy talán jó lenne kapuscsere. Jó van! Pál Firemek kapott, jól szedte össze és jól lőtte be. Nincs baj, támadással kérem, 24 gólt lőttünk. Alig 45 perc alatt, ez jó. De hát kaptunk 27-et. És ez meg rossz. Mekkora okosságokat tudok néha mondani, nem mint önök, mindezt nem tudnák. Gálik, gyerünk gyerekek, fogjuk meg. Simon, na. Bocsánat, Simon Andris, nem kell itt kapus csere. Jön viszont ott a kapus. Jó van. Most jó volt Simon indítása. Visszavonok mindent. Jó volt a védése is, az indítása is. És ezúttal kis is jól látta meg a helyzetet. Na, feljöttünk 2-re. Épp a félidő felénél 27-25. Lehet, hogy fárad az ellenfél? Minden esetre lassítatják a játékot, még mikor áll az óra, akkor is ez ennek lehet a jele. És valamit a versenybíró mutat. Vajon mit? Hát Sáp is, Herceg is oda megy. És sárga lap a szakvezetőnek. Nevezetesen Kander Lászlónak. De László még mutat valamit a játékvezetőnek, hogy magyaráz valamit, de ennek nem sok jelentősége van. Annak van jelentősége, hogy feljöttünk 2 gólra. És most
most nagyon fontos lehet, ha sikerülne ezt a makói támadást kivédekezni. És 2 perc az első kiállítás nálunk. Munkácsi. Hát erre nem volt szükség. Ajaj, Polgárt taszított a Munkácsi odébb. Na most megmutathatjuk, hogy mi, hogy védekezünk ember hátrányban. A makóiak ezt egyszer sem tették rosszul. Talán egy olyan ember előnyünk volt, ahol gól előnyt is tudtunk szerezni az alatt, a 2 perc alatt. No, a törlés után most Polgár kezében a labda, és már teszi is tovább Gálik. Nyilván Gálikot is még nehezebb lesz így kisebb létszámban elérni. De nem Gálik, hanem a 3-as Balda szerez gólt. És ezzel 28-25. Fiúk, mozogni támadásban, és hát ha sikerül így is ember hátrányban gólt lőni. Csapos. Pálfi. Gálik fogja meg. 16 perc telik el a második félidőből. Pilár próbált cselezni. Kis, marad nálunk a labda. Csapos. Itt volt a szél, kiabálja a közönség. Kis. És belövi Kis, jó van. Kis Norbi jó cserének bizonyult. Ezúttal átlövésből, milyen érdekes ez Kisnél, és ember hátrányban szerez gólt. Visszajövünk 2-re, 28-26. 17. perc. Most nem tudott bejönni a szélső. Vörös. Ő irányít megint le a szélre, most bejön a szélső, és belövi megint. Balda ember előnyben lő 2 gólt a szélről. És a közönség követeli a kapus cserét. Pedig egy Simon is azért védett 1-2-t az elmúlt percekben, méghozzá az ittszereket. Megint csak Kis megy be, és nem fújnak. Hát az első olyan ítélet, ami hát nem kedvez nekünk. 29-26, egy jó hírem van, csak 5 másodperc múlva letelik a kiállítás. Vigyázunk, jaj, Vörös bejön, beteszi Polgárnak. Jól van, arra lépett Polgár. Na talán visszaadtak valamit a játékvezetők. Csapos, kiegészülünk ötben. Bent van Bálványköri. Hát nem igaz, Bálványköri lábára. Hát ez hihetetlen. Ilyen kiélezett szituációban megint egy ilyen buta hiba. Hát ez nagyon nagy baj most. Ajaj, nagyon nehéz. Tegyük hozzá, még nem vezettünk a meccsen. Sőt, ebben a félidőben még nem is volt 1 gól se. A különbség jó van, Simon most véd egyet megint. Ezzel talán elhallgattatja a publikumot. Pilár, gyerünk, talán van előtted rés, így van, Pilár, végig megy. Hát végre már, hát azt hittem nem fújnak semmit. 29-26. Persze a törlés, tudom, már ezen a meccsen megtanulhattuk, hogy játékos csúszik és törlés, nem tudom, lehet, hogy ilyen magas a páratartalom. Innen ez nem látszik, vagy nem érződik, bocsánat. Nos. Jöhet tehát Szűcs szabad dobása, 19. perc a második félidőben. 29-26-ra vezet Makó. Feljebb kell zárkózunk. Kis, Bálványkövi. Bálványkövi nagyon keveset vállal ezen a meccsen. Csapos most lent a szélen. Jó van, legalább a miénk a labda. Kis, Csapos. Nincs belül védekezés, csak szabad dobás.
Bálványkövi, kis visszamegy a szélre, Pilár, Polgár volt szabálytalan. Jó ideje támadunk már, jól védekezik az ellenfél, Pilár, már. Megvan, jól van, gyönyörű volt Pilár, ott van Csapi, lőd be, bent van. Bent van, 29-27. Pilár harcossága abszolút dicsérhető volt, és Csapos megint belövi az ittszert. 29-27, jól van, visszajön a remény. 20. perc, hát elég hektikus ez a fél idő olyan értelemben, hogy a makóiak, amikor szinte el is dönthetnék talán a mérkőzést, hibáznak, mi pedig amikor fölzárkózhatnánk mondjuk egy góra, akkor mi hibázunk. Szúcs jól csapott oda, labdát talált, de a labda marad a makóiaknál. Simon lába között bent a gól, 30-27. Vigyázzunk már ezekkel a passzokkal, gyerekek! Csapos! Gyönyörű! Kis onnan nem indult meg, most igen! Belőri! Kis Norvi belőri! Igaz, Balda nagyon rosszul védekezett vele szemben, de hogy kis jó csere volt, ez biztos. 30-28. És megkezdődik az utolsó 10 perc a mérkőzésen. Minden esetre szoros, ebből még akármi is lehet. És jaj, de várnám, hogy ebben az utolsó 10 percben valóban, ahogy én vártam, fáradjon el az ellenfél. Hát, ha Polgárnak mutatják, hogy nem jó helyről végezte, nem a vonalról a szabaddobást. Vigyázni a befutókra. Pulics előtte gól. 31-28. Közben Munkácsi helyett jön támadásban Bálványkövi, és kapust is cserélünk. Simon helyett bejön Varga. A bizunk Varga védéseiben. Ott közben Csapost eltakarítják. Azért nem fújtak. Szabaddobást viszont igen. És megint áll az óra törlés. Kereken 9 perc a hátra lévő idő, és kereken 3-mal vezet az ellenfél. Hát izgalom van bőven. Még egyszer mondom, aki nem tudná, együttesünk 5 forduló után 5 vereséggel áll a tabella utolsó előtti helyén 0 ponttal. A makóiak 1-jel följebb, tehát 12-ek. 2 megszerzett pontjuk van, tehát 1 győzelmük. És nagyon szeretném, hogy ne ez legyen nekik a második. Lehet, hogy kis hitű vagyok, de az elmúlt 51 perc után én azt mondom, hogy már az X is jó. Persze cáfoljanak rám a fiúk, és szerezzék meg mind a 2 pontot. Kis összeszedi ugyan, de már nem volt esélye betörni. Fenn a játékvezető keze, gyerünk, lőjünk gólt. Bálványkövi, oda teszi Szücsnek, Szücs, 7-es, hát így van, hát persze, hogy 7-es, tanám. Csak akkor most ezt be kell lőni. És Kis Norbi lövi a 7-est, egyszer Kis Norbi elvállalta 2 fordulóval korábban, akkor kihagyta sajnos. Most belövi. Kis jól játszik továbbra is, 31-29. Atya ég, már 31-et kaptunk 51 perc alatt. Rengeteg. Közben áll az óra. És törlés megint, mutatja a játékvezető. Csapost közben vállon veregeti, és Csapos megy Falcsik Miklóshoz valamit megbeszélni. Gálik egyébként továbbra is pihen a makóiaknál, lehet, hogy csak akkor küldi be a szakvezető, ha végképp szorossá válik, mondjuk egy lesz a különbség, hát bár lenne. Még egyszer mondom, olyan szoros még nem volt ebben a fél időben. Tegyük hozzá, hogy 3 volt a különbség az első játékrész után, 17-14 volt akkor a vége, oda. És mondjuk ez a 31-29 egyel jobb, persze az is igaz, hogy támad az ellenfél. Vigyázni, vigyázni, ez a Szücs kimegy, védekezni, jól van. Ez nagyon kellett, mert úgy tűnt, hogy ha egy Tulics fölmegy, az gól, hogy hát nagy esélye lett volna rá. Ah, jól van. És nem fúj a játékvezető. Na, ezt köszönjük. Most szerencsénk volt. Csak most nem hibázni. Az ilyen szituációban eddig rendre hibáztunk. Te jó Isten, jól van. Nem igaz, Pálfi kilépett. Hát ilyet
Hát de ez a passz, ez a passz, jó. Lehet vitatkozni, most kilépett, nem lépett ki, de miért van erre szükség? És ez már a második vagy harmadik ilyen volt. Szűcs Józsi szegény hátat fordít a pályának, ezt már ő sem bírja, én sem nagyon, de hát nekem muszáj. Hát neki is. És gól. És gól. Eddig mindig így történt. Ha mi hibázunk egyet, ők azt kihasználják. Egyébként én nem mondom ám, hogy jól játszana ez a Makó. Bent van, megítél, megadják, köszönjük, 32-30. Hetes perc van hátra, és 2 gól a különbség. 7-2. Tehát 2-7. No. Hát most már, ha valamit akarunk ezzel a meccsel kezdeni, persze, hogy akarunk, akkor fel kell jönni legalább egyre. Megvan, megvan, Varga kivédi. Vilár ott van, Bálvány kövi. Ajjaj, Bálvány kövi lépett vagy ötöt. Páfi, gyönyörű. Megtámasztja Szűcsöt Balda, és megint törlés. Kérdés, melyik csapatnak jó ez? Mármint ennyit áll a játék, én nekem az a véleményem, hogy talán a makóiaknak, de nem biztos, hogy ezen múlik az adott győzelem. Csak lenne meg az a győzelem. Hát nagyon sokat adnánk érte, azt hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül. 32-30 tehát oda, hát ha ezt a támadást eredményesen fejezzük be, akkor tényleg abszolút szoros és teljesen kiélezett lesz az utolsó 6 és fél perc, vagy 6 perc. Úgy legyen. Virág. Csapos. Bálvány Kövi nem lövi el, ott van Csapi! Hetes! Nem. Nem, csak szabad dobás, még nem volt kezében a labda. Aztán Csapi valamit mond Bálvány Kövinek, nem tudni mit. Gyerünk, gyerünk, Páfi, meg kell csinálni. Nem, 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 megint nem tudunk feljönni egyre. És ez most már akár sorsdöntő is lehet, pedig. Szóval meg volt a lehetőség megint. Egyszerűen nem tudunk átlépni a saját árnyékunkon. Jó van, megvan a labda, de belefújnak. Jogosan, jogosan, jogosan. Pilár valóban megfogta Gálik kezét. Polgár elvégzi a szabaddobást, Vörös bemegy beállóban, ott pedig már Ulics. Jó van, jó van, jó van, megy Csapos. Nem mertünk indítani, de most már akkor nem is kell. Szűcs. Csapos, és 2 perc, ugye 2 perc, igen, 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 igen. Gálik második 2 perces büntetőre, minden esélyt megkapott a csapat ezzel, azt gondolom, hogy mondjuk X-re is feljöjjön. Megint kis fogja lőni a hetest, előtte törlés, és megint kapuscsere a vendégeknél bejön, ismét Abramov László, Simó András helyett. Hát ennél nagyobb lehetőségünk, hogy feljöjjünk egy gólra, nem lehet. Talán, ha nem áll a kapus mondjuk a vendégek hálója előtt. Szinte oda sem merek nézni, tudják mit? Nem is nézek, majd a hangokból tudom, hogy gól vagy nem. Meg az eredményjelző táblából. Hát, ha ez segít. Szóval kis lövi, nem nézek oda. Ez bent van. 32-31, egy gólra feljövünk. Én nem is tudom, mikor volt utoljára csupán egy a különbség, talán valamikor még 8-7-nél. És íme. Na nézzük a vendégtámadást. Ember hátrányban a makóiak, vigyázni, jó van? Ne, állítsuk meg Polgárt, ez az. Sikerült. Ugye húzzák egy kicsit az időt ember hátrányban. Csapos fogja Vöröst. Jó van, jó van, jó van. Ott az induló ember, Csapos. Atyai, 2 perc. 2 perc. Ez biztos, hogy 2 perc. Kérem, hát lefekszik nagyon rutinosan az ellenfél, de hát...
Higgyék el, ez kiállítás. Sajnos nem látták szerintem a játékvezetők, de hát ha mégis. Hát ha mégis, 2 perc, jól van. Jól van. Szóval kiáll Ulicsics, 2-es ember előny. Sajnos Szűcs lent marad. Vas doktor oda megy. Húha. 2-es ember előnyben támadhatunk. 32-31-es makói vezetésnél minden, de minden esélyt megkaptunk az egyenlítésre. Íme 1 perc 12 másodpercig 4-en a makónál. Tegyük hozzá, hogy 7, azaz 7 kiállítás volt eddig a vendégeknél, és csupán egy nálunk. Ennyit a játékvezetésről. Tényleg csupa jót lehet elmondani most nekünk a Herceg Sápi kettősről. Maradjunk annyiban, hogy az esélyt megadják a miénknek. Szól a vastaps, Bálványkövi, Csapos, Pilár, Bálványkövi is lent van a szélen. Pilár, csak szabad dobás. Én is már együtt mozgok a többiekkel. Pálfi, Pilár, Csapos, belőri. És kérem tisztelettel, felrobban a csarnok. 32-32. Nehéz megszólalni a hangzavarban, még 35 másodpercig, jó van, oj, de kár, hogy megfújják. De hát egy 2-es ember hátrányban lévő csapatnak persze, hogy megfújják az ilyet, én azt mondom, hogy teljesen jogosan. Hú, de érdekes így nézni a táblát, hogy ugyanannyi gól szerepel mindkét csapat neve mellett. Kétségtelen a 60. perc utolsó másodpercében elég vezetni. Közben Kander László szakvezető kezében ott a T-betűs tábla, az időkérést jelző tábla. Egyébként ugyanígy ott van Falcsik Miklós kezében is a ugyanaz a tábla, vagy hát egy másik, de ugyanúgy néz ki. Hú, nem könnyű. Mi az, hogy nem könnyű? Vörös. Vigyázni, vigyázni. Nem adják meg kifelé a szabaddobást, és nem engedik el Csapost. Nem engedik el Csapost, de hát megint nagyon jó kimondani. Ha eredményesek vagyunk a támadás végén, első évben vezethetünk. Pilár, Bálványtéri, ott a szél. Kis megkapja, bemegy, belövi, vezetünk. Nem hiszem el, vezetünk. 33-32 ide. 3 perc van hátra. Még egy ember előnyünk van. Csapos mutatja, ha jól látom, hogy tolódjunk, vagy hogy jöjjünk kiebb, nem tudom. Polgár megindul, de visszajátszik Baldának. Gálik vele, nagyon vigyázni kell. Ajjaj, ott van, Polgár belövi. De rossz volt ott a védekezés középen. 33-33. 2,5 perc van hátra. Lépés. El nem hiszem. De az. 2 perc 20 van hátra, 33-33, és már le is telt az ember előnyünk. Falcsik Miklós mutatja, hogy jöjjünk előrébb védekezésben, jöjjünk kijebb. Gálikot terítjük le, ott biztos, hogy törlés lesz. Gálik még ha pihent is jó sokat. Másik oldalon is közben törlés. 2 perc, 5 másodperccel kérem a mérkőzés vége előtt. 33-33, csupa 3-os. Egyszer már vezettünk. Itt az imént, ugye. Na. Szúg a vastap, szól a dob. Nádi hegedű nincs. Legyen jó védekezés, aztán az a lényeg. Tisztelt nézőink, belül az utolsó 2 percen kijövünk védekezni, és befelé, sajnos befelé. Nagy jó indulata lehetett volna, belemenés is. Szűcs kijön, megfogja az ellenfelet, és belövi. Vörös belövi.
34-33, és megint ők vezetnek. Indul Bálványköv, indul Csapos, indul Szűcs, ott van Pilárnál a labda. Csapos volt viszonylag üresen, de már nem. Bálványkövi megcsinálja a cselt. Nincs kiállítás. Szűcs most beállóba. Két beálló, beleértek, jól van. 1-25 van hátra, és egy góllal vezet az ellenfél. Pilár fölmegy. Nincs kiállítás megint. 1-17 van hátra, Bálványkövi is elindul le a szélre, onnan nem lehet. Hú! 2 perc lesz, mondjuk már, hogy 2 perc lesz. Úgy tűnik, hogy csak törlés. Kis nagyon szeretett volna egy kiállítást. 1 perc, 11 másodperc a hátra lévő idő, jobb helyzetben a Makó, mert ők vezetnek. És ugye még ha ezt be is lőjük, akkor akár végig is támadhatják azt az utolsó percet, ki tudja. Na, csak lőjük be. Fújok egy nagyot én is, fújjanak önök is ottól a székekben, fotelekben vagy ágyakban. És nézzük ezt az utolsó 70 másodpercet. Vissza Szűcshöz, Bálványkövi, Pilár. Megint Pilár, Csapos próbál helyet csinálni. Kidobjuk a labdát. Ha. Kérem, ez a pár másodperc a törlés után olyan volt, mint az egész meccs. Kezünkben a lehetőség, kezünkben az esély, és mi kidobjuk a labdát az oldalvonalon túlra. Hát még talán, ha ezt kivédekezzük, és időt kér a vendégcsapat. 42 másodperc van hátra, 34-33-ra vezet a Makó. Pedig hát még ide volt 33-32. Akkor nagyon úgy éreztük, hogy ez itt van az esély, hogy meglegyen a meccs. Kimondom még egyszer, kicsit annak is köszönhető volt ez, hogy a játékvezetők is megadták nekünk az esélyt, hogy meglegyen ez a meccs. De most már én azt hiszem, hogy nem teljesen a mi kezünkben van a pont vagy a pontok megszerzése. Itt kell az is, hogy az ellenfél hibázzon, mondjuk többet is. Ugye 42 másodperc, azt nem gondolom, hogy végig tudják támadni. Viszont ha ebből a támadásból gólt lőnek, akkor nem mondok azzal nagy újságot, hogy akkor vége. Ugye az előbb is miért kellett olyan kockázatosan passzolni? Persze tudom, nagyon könnyű innen föntről, sokkal nehezebb. 59 perc játék után bent a pályán nehezebb, a koncentráció sem olyan talán. Csak hát ez mind-mind nagyon-nagyon bosszantó és nagyon-nagyon fájó. Ugye ha ezt a mérkőzést elveszítenénk, akkor 6 meccs után sem lenne pottunk, és akkor tényleg abszolút itt lenne Damoklész kardja a fejünk fölött, hogy ugyan úgy kell kínlódnunk, mint az elmúlt évben. Fent a játékvezető keze gálik, ott nem tudjuk megállítani belőlük. 35-33. Hát csak a csoda szerezhet egy pontot, vagyis a pontot csoda folytán mi. 2 perc lesz, persze. Megküldi Kovács Attilát, azt hiszem, hogy teljesen jogosan, de hát egyébként butaságot csinált az ellenfél tízese. Csak hát 23 másodperccel a vége előtt, 2 gólos hátránynál ez már lehet, hogy nem oszt, nem szoroz. Nagyon gyorsan be kellene fejezni eredményesen ezt a támadást, persze. Most elvégeztük a szabaddobást, gyerünk fiúk, nincs idő, abszolút nincs idő, Bálványkövi le a szélre, Kisnek be kell menni, egy gól, áll az óra, nem áll az óra. 7 másodperc, 4, Gáliknál a labda, ezt megnyerte Makó. És vége, mutatja a játékvezető a Makó, 35-34 arányban. Megnyerte a mérkőzést, és azt hiszem, hogy nagyon mély most már az a gödör, amiben belekerült a csapat. Erről bővebben és erről többet most a mérkőzés után Falcsik Miklós fog mondani. A 2 perces kiadványban azt írtad erre a mérkőzésre, hogy itt kötelező a győzelem. Ez a kötelező győzelem nem sikerült. Lehet-e higgadtan értékelni egy ilyen csata után, a mérkőzés után néhány perccel? Nagyon nehéz, nagyon el vagyok keseredve, ugyanúgy, mint ahogy a srácok is. Hát... hirtelen most nem is tudok mit mondani, a 35 gól magáért beszél, ez nem védekezés, amit ma előadtunk. Idegenben mindig is
jól védekeztünk most az utóbbi két mérkőzésen is. Sajnálom, hogy ez így alakult. Azt mondtam a nézőknek, mikor vége volt nálunk, pénteken került adásba a mezőkövesdeni mérkőzés, hogy így játszik a csapat, mint ott Mezőkövesden, akkor itt hazai pályán Makó ellen azért nagyon nagy esélyünk van. Igazi esélyünk csak itt a mérkőzés végén volt, legalábbis kívülről itt tűnt. Tehát addig azért nagyon sokat hibáztunk, és mindig el tudott menni az ellenfél 3-4 góllal. Megfogható lett volna ez a vége? Mindenféleképpen azt mondom, hogy az első 10 perc volt a meghatározó ennek a mérkőzésnek, amikor és nem elbizonyítottuk a Makót, hanem teljesen felhoztuk magunkra azzal, hogy jól védekeztünk még az elején, és sorozatosan a kivédekezett támadásainkból eladtuk a labdát, vagy kihagytuk az ígyszert. Volt olyan támadás, amit 3-4-szer is befejezhetünk volna, és sajnos nem sikerült. Az ellenfél feltűnő volt, az ellenfél 15-ösét Gálikot nem sikerült tartanunk, kétségtelen, hogy egy nagyon jó fizikai adottságú játékos. Most, hogy a mérkőzés után miben változtatta volna mondjuk vele kapcsolatban, vagy vele szemben kellett volna egyáltalán? Ő nem egy technikás játékos, elmondtam a többieknek is, főleg Pilár Gabinak és Csapinak, akik azon az oldalt védekeztek, hogyha nem hagyják lendületet szerezni labda nélkül, illetve oda tudnak érni a labdás kezére, amit az nagyon ügyesen akadályozott meg, de mindenáron birkózni akartak vele. Ez az emberre felesleges volt, tehát 40-50 kiló különbség volt a Pilár meg a Csapos között. Tehát, és ő közte tulajdonképpen ezt is beszéltük meg, hogy a labdás kezét megpróbálják piszkálni, hogy ne tudjon kapura lőni zavartalanul. Ez amikor sikerült, akkor nem talált el a kaput, hogyha az ömében sajnos birkoztunk vele, ami felesleges volt. Ki lehet mondani ezután a mérkőzés után, hogy most már egyértelmű, hogy ebben az évadban is a kiesés ellen kell küzdeni, és lehetnek kiesési gondjaink? Hát sajnos, ahogy írtam a kiadványban is, szegény embert az ág is húzza. Ugye Norci sérülése... Ettől függetlenül nem játszott rosszul. Igen, tehát Norci sérülése felborított egy picit a heti programot, és úgy gondoltam, hogy kis feketének bizalmat adok, sajnos nem sikerült neki. Nem jöttek rá a szélsők az első fél időben, hogy amit ráadásul fel is hívtam figyelmüket, hogy leül a kapus. Sorozatosan, amit fölére lőttek az a feje fölé, azok mind jó befejezések voltak. Szétlőttük a gyomrát, lábát, igazából talán az első fél időben. Ha az első ígyszerből jobban ki tudjuk használni az ígyszerénket, akkor talán... Végezetül, van több szerinted ebben a csapatban? Most jön két idegenbeli mérkőzés, aztán talán egy fogható hazai. Én úgy gondolom, hogy két idegenbeli mérkőzés lesz egyébként, tehát még ráadásul igen. Orosházára megyünk, illetve Kiskörösre. Hát nagyon nagy munka lesz szerintem, hogy egyáltalán életet verjek a fiúkba, mert ezt a sokkot nagyon nehéz kiheverni. Tehát az, hogy 6 mérkőzésből nem bírunk megnyerni egyet sem, és ebből 3 hazai mérkőzés van, ezt nagyon nehéz lesz kiheverni. Ezt úgy gondolom, hogy a legnagyobb munka inkább ez lesz, hogy fejben összeszedni a fiúkat. Azt nem hiszem, hogy nem elmondható az, hogy nem akartunk, tehát ez szerintem kizárható körülmény. Egyszerűen túlgörcsöltük, és mondom, én úgy gondolom, hogy az első 10 percben el kellett volna bizonytalanítani Makót, ehelyett magunkra húztuk őket.